Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornán. Igen, már 1000 éve nem jelentem meg itt. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, és ne haragudjatok, rengeteg minden történt. Mint ahogy láthatjátok, nem vagyok már egyedül. És ez a videó erről szólna, pontosabban a kis Urfiról szólna, aki itt van mögöttem. Hello, Lektár vagyok. Úgy tűnik unja az egészet. Egészség. Rengetegen érdeklődtetek azzal kapcsolatban, hogy mégis hogy döntöttem el, hogy Lektert én most megveszem, hogy lett kutyám, szóval így szeretnétek tudni a háttér történetet, és arra gondoltam, hogy akkor videó formájában a kérdéseket megválaszolnám nektek. Ez a szeretnék egy kutyát döntés eléggé nagy felelősség és hatalmas nagy döntés volt, és konkrétan, ha úgy nézzük, egy fordulópont az életemben, szóval megváltozott azóta az életem, amióta velem van ez a kutyus. Tényleg olyan egyébként, mint egy gyerek, és rögtön egy szülő leszel. Az utóbbi időben eléggé nehéz időszakon mentem át, nagyon sokat betegeskedtem, lelkileg nagyon nem voltam jól, és fizikailag sem voltam jól, ezért orvosról orvosra járkáltam, nem tudta senki sem, mi bajom sajnos, és egyre rosszabbul voltam. Mindig is a cicák mellett nagy kutyás is voltam egyben, és nekünk volt a családnak egy hatalmas nagy német dogja, ő volt a legelső kutyánk, és konkrétan vele nőttem föl Démonnak. Nagyon sokan ismerhetitek Démont egyébként, mert szerepelt régen a YouTube videóimba is, sajnos már nem él, viszont nagyon belopta magát a szívünkbe, és én eldöntöttem utána, hogy nekem a kutyám, a következő kutyám egy német dog lesz. Majdnem. De utána, ahogy egyre jobban nőttem föl, és egyre jobban láttam át a dolgokat, rájöttem arra, hogy első kutyának lehet, hogy nem egy hatalmas nagy dog kéne, főleg nem egy ekkora lakásba. Ráadásul az volt a vicces az egészben, azért is érdekes ez a gondolat, ami így jött és elhatározás, mert én alapból úgy könyveltem el ezt az egészet, hogy ebben a lakásban nem szeretnék rajtam kívül semmilyen állatot. Úgyhogy én így el is könyveltem, hogy majd amikor lesz egy kertes házam, akkor veszek egy kutyát, neki sokkal jobb lesz, blablabla. Bla, bla. A véleményem akkor változott meg, amikor egy este édesanyáméknál voltam, és nagyon nem voltam jól lelkileg. És tudom, hogy akkor ott sírtam sokat, aztán valahogy így kitört belőlem az, hogy én szeretnék egy kutyát. Mert édesanyám mégis aggódtak értem, nem tudtak, hogy hogy segítsenek, szerettek volna valahogy segíteni, és akkor megkérdezték, hogy mit lehetne tenni, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor bőven mondtam, hogy egy kutyát szeretnék. És bennem akkor rögtön alakult egy érzés, ami teljesen ellentéte annak, amit én akartam előtte. Szóval, hogy valahogy azt éreztem, hogy készen állok le, egy ilyen belső hang szólt, hogy most vagy soha, mint hogyha nem véletlenül akkor abba a pillanatba kellett jönnie Lekternek az életembe, és akkor itt el kellett gondolkodnom, hogy akkor milyen fajta, és igazából ugye német dog volt még, amit nagyon szerettem, de tudtam jól, hogy ez lakásban német dog, ebbe a pici lakásban legalábbis biztos, hogy nem, ráadásul első kutyának ekkora kutyát biztos, hogy nem, úgyhogy a német dogot azt el is engedtem, azt elkönyveltem annak, hogy majd amikor lesz egy házam, akkor veszek oda egy dogot. És akkor így elgondolkodtam, hogy akkor, milyen fajta áll hozzám legközelebb. Nem is akarok olyan porba fingó kiskutyákat, tudjátok, meg nem is olyan nagyot, hanem az a közepes méretű kutyák közül kéne választani. Rögtön eszembe jutott az ausztrál juhászkutya, ugyanis Lekter egy ausztrál juhászkutya fajta. Sokan kérdeztétek ezt is, hogy miért pont ausztrál juhászkutya? Nos, ez amúgy jó, mert régi emlékek kötnek ehhez. Én amikor kicsi voltam, rengeteg olyan filmet láttam, amiben ilyen kutyák szerepeltek, és konkrétan majdnem mindegyik filmben ez az ausztrál juhászkutya szerepelt, a Blue Merle színű, az enyémben úgy Red Merle. És ahogy megláttam, mikor kicsi voltam azokat a kutyákat, így rögtön az jutott eszembe, hogy süti. Hogy süti kutyák. És akkor mindig így hívtam őket, hogy süti kutyák, meg nem tudtam, hogy mi a fajta neve. És mindig is az volt bennem, hogy na majd nekem lesz egy ilyen kutyám, mert milyen különleges. Valahogy ez így rögtön eszembe is jutott, hogy úristen, tényleg én ezt a kutyát szerettem volna, és akkor megkerestem, hogy ausztrál juhász, utána néztem a dolgoknak. Lekter, hozz vissza. És felregisztráltam egy olyan weboldalra, ahol megbízható tenyésztőket találtam, és rögtön találtam is egy nagyon jó tenyésztőt, akinél ott volt 5 darab kis ausztrál juhász kutya, és rámentem, és ahogy megláttam Lekternek ezt a képét, ahogy ránéztem, így rögtön eldöntöttem, és bemondtam anyának, hogy nekem ő kell. Nekem ő kell. Igen, hogy ő kell. Na, tudjátok, hogy milyen érzés ez? Ő kell.
Utána rögtön írtam is egyébként a weboldalon a tenyésztőnek, aztán nagyon sokáig vártam, hogy írjon végül, amúgy nem írt, és akkor én pont dedikálásra mentem, és nem bírtam tovább, mert féltem, hogy elviszik Lectert, ezért felhívtam személyesen, hogy érdeklődnék, hogy a kutyák esetleg még kapható-e, meg nincsenek-e lefoglalva, mert hogyha nincs, akkor én lefoglalnám. És természetesen mondta a nő, hogy nincs még lefoglalva a Lecter, vagy hát nem így hívták a Lectert, hanem Milosz volt egyébként a neve, és akkor én gyorsan le is foglalóztam, hogy akkor ide vele! Ide vele! Akkor még annyira kicsi volt, hogy nem lehetett elvinni természetesen, hanem elmentünk meglátogatni. Még várni kellett a második oltásával, hogy megkaphassam, mert akkor utána el is lehetett már vinni, és ahhoz még volt egy hét, de előtte hétvégén mi meglátogattuk, elmentünk Gyulára. Tudod, hogy mennyit utaztam, érted? Tudod, hogy mennyit utaztam? Na, amit majd láthattok itt, felvételek, azok mind Gyulán készültek, ez volt az első találkozásunk. Őszintén amúgy az elején annyira nem izgultam, mármint ilyen semmilyen érzések voltak bennem, de amikor megérkeztünk, akkor elkapott egy gyomorgörcs, és amikor kiszálltam az autóból, és megláttam azt a kis dugót a teraszon, ahogy fut ki, ekkora kis dugó, gondoljatok bele, most meg már milyen nagy, értitek? Pedig kb. Egy hónapja van nálam, és már ekkora, és akkor megláttam, akkor rögtön beleszerettem. És nincs farka ráadásul, ami különösen nagyon jó ezeknél a fajtáknál, hogyha farok nélkül születnek, mert ugye nálunk már amúgy se szabad csonkítást elvégezni, szóval amúgy se vágtam volna le nyilván a farkát, de nagy vágyam volt, hogy egy olyat találhassak, akinek nincs, mert az tök egyedi. És neki nincs, és annyira vicces volt látni a kis kenyérseggét, mint a korgiknak, tudjátok. Úgyhogy nagyon kis különleges, és én azért is szeretem ezt a fajtát, mert iszonyú intelligensek, iszonyú empatikusak. Tehát azt az érzéseket veszik át, amit a gazda érez, és egyszerűen imád tanulni, folyamatosan figyel rám. Én is azt tapasztalom a Lecternél, hogy nem is kell állandóan azt kérdem, hogy haló, figyeljél, hanem ő jön magától, állandóan figyel engem, állandóan nézi, hogy mit csinálok, és konkrétan úgy is tanul, hogy nem tanítod. Nagyon-nagyon okos egyébként a Lecter, amikor elhoztuk, akkor én nagyon féltem attól, hogy fogom felnevelni, hogy fogom szobatisztaságra nevelni, mert egy macskánál azért könnyebb volt, szóval Leónál eléggé könnyen meg tudtam tanulni, hogy kell őt szobatisztára nevelni, és ő meg is tanult egy pár nap alatt, és nagyon féltem, hogy azért a kutyáknál másabb. Az első 24 órában, kevesebb mint 24 órában már félig meddig szobatisztára varázsoltam ezt az ebet. Úgyhogy azóta már merem kijelenteni, hogy már hivatalosan is szobatiszták vagyunk, és nagyon-nagyon hamar megtanulta, hogy hova kell pisilni és kakilni, ami hihetetlen nagy sikerélmény volt számomra. Egyébként kicsit még féltem ettől a fajtától, ugyanis ez a fajta nagyon hiperaktív és nagyon sok mozgást igényel, mind fizikailag is le kell fárasztani, és mind szellemileg is, szóval nem elég az, hogyha elmegyünk vele futni meg ilyenek, őt kell tanítani, mert csak akkor fog igazán lefáradni, szóval az ausztrál juhász az tipikus ilyen, hogy ő munkakutya, ő szeretne tanulni és dolgozni, szóval le kell fárasztani. És én ettől féltem, hogy így ki kellett lépnem a komfortzónámból, és nagyon sokat változtatott rajtam azóta a kutya, és amúgy ezért is örülök, hogy van. Ha fogalmazhatok úgy, akkor ő volt a fény az alagút végén számomra, szóval rengeteg mindent megváltoztatott bennem. Tényleg ez az állandó kelés, egy rendszer van az életemben, le kell vinni sétálni, tényleg foglalkozni kell vele, nem vagyok egyedül, szóval, hogy az is olyan furcsa, hogy tényleg nem vagyok már egyedül, mert én nagyon hozzászoktam az egyedül léthez, meg ez a felelősség, hogy tényleg van egy kisfiam konkrétan, teljesen olyan, mint egy négylábú szőrös kisfiú. Áú! Ez fájt. Szóval nevelni kell rendesen is, ez tudatos nevelést igényel az ausztrál juhász kutya. Nagyon-nagyon tudatos nevelést igényel egyébként, mert előfordul a dominancia is náluk. Szerencsére én ezt nem tapasztaltam. Szerencsére én ezt nálunk nem vettem észre, hogy dominálni próbálna, vagy hogyha igen, akkor ezt nem hagyom sose, szóval erre nagyon oda figyelek, és nagyon tudatosan próbálom amúgy nevelni. Ami ugyebár nekem is rengeteg energiát vesz el, és nagyon elfáradok én is, mert nyilván
ehhez képest az előző életmódom az semmi volt, szóval szinte itthon ültem, nyilván dolgoztam meg mindent, de hogy azért nem mozogtam így, meg nem kellett ennyi mindent csinálnom. Ugyebár időpontot kellett foglalnom gyors állatorvoshoz is, menni kell ugye oltásra, szóval ide menni, oda menni, venni neki dolgokat, meg akkor ehhez, meg ahhoz szoktatni, ugye a pórázhoz szoktatni, a nyakkörfhöz szoktatni, akkor a pelenkához szoktatni, akkor a házához szoktatni, ugye ott a ketrece. Akkor, hogy mit rághat, meg mit nem, szóval nagyon-nagyon oda kell figyelnem folyamatosan, és az első két nap egy kicsit összeroppantam, amikor nálam volt, szóval az első két nap szinte semmit nem aludtam igazából, itt aludtam kint amúgy a kanapén, de szinte semmit, mert nagyon-nagyon stresszes volt nekem. Szerencsére nem volt annyira az a sírós fajta, szóval iszonyúan jól viselte a leválást a szülőktől. Mikor elmentünk és elvittük, és így a kocsiba voltunk, ezt majd láthatjátok szintén, majd itt vágok be nektek videókat, amikor mentünk el, akkor is igazából csak párat visított, nem olyan sokat, szóval nem sírt egész úton, szóval nagyon-nagyon jól kezelte, és mint hogyha tök természetes lenne neki, hogy eljön velünk, úgyhogy szerintem ő is érezte, hogy itt az igazi otthona. És amikor megérkeztünk is, teljesen jól viselte, igazából aludt az első nap, szinte annyira aranyos volt amúgy, végig aludt, és ilyen kis gombóc volt. Igazából ugye visszatérve a lelki állapotomra, azt nagyon megviselte az első két nap, és ott el is pityeregtem magamat, mert az volt bennem, hogy úristen, mi van, hogyha nem fogom tudni felnevelni, elkezdtem beaggódni, meg túlgondolni a dolgokat, illetve ugye már nagyon fáradt voltam, mert ugye nem aludtam én se abban a két napban nagyon, és azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz így ezzel a kutyával, és féltem, hogy nem fogunk összeszokni. Úgyhogy anyunak ott sírtam a telefonba egy kicsit, és el is mentem utána hozzájuk a Lecterrel, és aztán amúgy jó volt, meg jobb volt, meg mondta anya is, és igaza is van, hogy egy idő után azért hozzá fogok szokni, és minél többet vagyunk együtt, annál jobban hozzá fogok szokni. Igyekeztem időt adni neki, de az első napokban nem is nagyon csináltam semmit, csak figyeltem. És nem tudtam semmire se koncentrálni, mert rögtön rá figyeltem, és tudtam jól, hogy igen, tényleg időt kell magamnak adni, hagyni, hogy Lecter nem, hagyd a kamerát, nem. Szóval tényleg időt kell magamnak hagyni, hogy ezt hozzá tudjak szokni, és akkor utána meg simán tudjam csinálni a dolgaimat. De amúgy eléggé nehéz volt az első két nap, és akkor utána ott a harmadik, negyediknél lett egyre jobb, és szinte most meg már egyáltalán semmi bajom sincs, úgymond vele. Jó, csinál azért néha rosszaságokat, nem úgy értve, hanem hogy már nem idegesít, meg nem bosszant föl, hogyha csinál valami apró hülyeséget, szóval ő már azért így kiismertem, és ő is kiismert engem, tök jól összenőttünk, nagyon aranyos egyébként. Nagyon sok mindent megtanultunk ebben az egy hónapban, szóval csak egy hónapja van nálam. Amúgy nem tudom, hogy mennyire érdekel benneteket, de én ezt az 51 kölyök trükköt vettem a boltba. Javaslom, hogyha valaki esetleg meg szeretné tanítani a kutyáját ennyi trükkre. 0 és 2 éves korig vannak a kutyáknak trükk, nem tudok beszélni. Szóval javaslom, aki esetleg meg szeretné tanítani a kutyáját extra dolgokra, mert ebben nagyon sok minden van. Mi is volt az első, amit elkezdtem neki? Az ül volt, igen, az ül volt a szobatisztaság mellett az első, amit elkezdtem neki tanítani akkor, és nagyon jól is ment. Amit már tudunk, az az ül, akkor ugye a szobatisztaság, a fekszéket tanuljuk folyamatosan, az azért nehezebben megy, de valószínű azért is, mert nem minden nap csináltam, mert rengetegszer volt az, hogy dolgoznom kellett, és akkor nem foglalkoztam úgy vele az első napokban, szóval hogy olyan így össze kellett szoknom vele, és ki kellett tapasztalnom, hogy mit, hogy kell csinálni, úgyhogy nincs folyamatosan minden nap legalább 5-10 perc tanítás egy-egy vezényszóból, akkor nem fogja nagyon megérteni, és folyamatosan kell csinálni, hogy akkor egy idő után berögzüljön neki. Úgyhogy a fekszikkel azért még bajlódunk, de majd megmutatom, hogyha sikerül, majd le akarom nektek azért videózni, hogy miket tanultunk eddig, meg mennyire sikerül, de azért valamennyire megy azért jutalomfalatra a fekszik, akkor a pacsit azt próbáltuk, de az valahogy nem jött össze még, de nem adjuk majd fel, azt mindenképpen csinálom. Amit még játszottam vele, az, hogy az egyik kezembe raktam egy jutalomfalatot, és választania kellett, hogy melyikbe van benne.
ez egész jól megy már, szóval ügyesen kiszagolja amúgy. Lábhoz kezdtem el még tanítani neki, az is tök jól megy, szóval mindenképpen az alapokat meg szeretném neki tanítani még mielőtt elmegyünk a kutyasuliba, de még nincs meg a harmadik oltása, ezért még nem mehetünk nagyon kutyák közé, úgyhogy sétálni is úgy tudom levinni, hogy nagyon oda kell figyelnem, hogy hova viszem, meg kikkel érintkezik, mert kutyával egyáltalán nem javasolt addig érintkeznie, mert hogy elkaphat egy csomó mindent, amíg nincs meg az oltása, de viszont vinnem kell folyamatosan le, mert muszáj hozzászoknia ahhoz, hogy ne a pelenkára pisiljen kakijon, hanem jelezzen, hogy lemenjünk, ami egy nagy kihívás lesz egyébként, nem tudom, hogy meddig fog tartani, hogy mire azt megtanulja igazából, mert már megszokta a pelenkát, és hogy mikor fogja felfogni azt, hogy most már pelenkáról kintre kell, az egy kihívás lesz még, ott még pár álmatlan éjszakával fogok találkozni, de majd megoldjuk. Neked lábhoz. Okos vagy, jaj, de okos vagy. Neked ül. Okos. Fekszik. Okos vagy, jaj, de okos vagy, jól van. Okos kutya vagy, jól van. Nagyon okos vagy, nagyon okos vagy. Tegyed lábhoz. Lábhoz. Okos, nagyon okos. Nagyon okos vagy. Tegyed lábhoz. Lábhoz. Okos. Okos vagy, nagyon okos vagy. Fekszik. Tegyed te okos vagy, nagyon okos vagy. Jaj, nagyon okos vagy. Jaj, nagyon okos vagy. Tegyed ül. Okos. Fekszik. Okos vagy, jaj, de okos valaki, okos vagy. Figyelj, melyik kezembe van? Melyik kezembe van? Okos, ebbe van, okos vagy. Jaj, van. Amúgy mindenki azt mondja az utcán, olyan jó érzés vele sétálni, mindenki azt mondja, hogy nagyon cuki, meg amúgy tényleg nagyon cuki, olyan, mint egy plüssmackó, meg olyan puha is, mint egy plüssmackó, és tényleg nagyon szerethető és jó fejkutyus, és rendesen értelmes a tekintete is. Az ausztrál juhászról tudni kell azt, hogy nagyon erős, kiegyensúlyozott szihével rendelkeznek, szóval tényleg egyáltalán nem lehetett rajta azt érezni, hogy bármi problémája lenne, esetleg szeparációs szorongása, vagy akármi. Teljesen normális és egészséges kis lelke van, és szihéje, szóval semmi baj nem volt ezzel. A másik az ugye, amit mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon hiperaktívak, és nagyon-nagyon szükséges nekik a mozgás, úgyhogy azoknak nem javasolt, akik lakásban is lehet tartani, de azoknak nem javasolt, akik igazából nem csinálnak semmit, csak ülnek a kanapén, és lustálkodnak. Szóval ezeknek az embereknek egyáltalán nem javasolt, mert ez a kutya pont olyan, akinek menni kell, úgyhogy tartani kell igazából vele a lépést. Nehéz amúgy őket lefárasztani, és ezért kell őket tanítani. Viszont a tanítás az a jó, világon az egyik legokosabb kutyafajtájáról beszélünk, és nagyon könnyedén tanulnak, és élvezik a tanulást, azért is megy nekik ilyen jól, mert hogy ők maguk igénylik a tanulást, és szeretnének tanulni, és mindent meg akarnak tenni, hogy a gazdinak a kedvébe járjanak 100%-osan. Úgyhogy ő elsősorban egyébként munkakutya, nagyon-nagyon alkalmazkodó, és nagyon szeret ösztönösen, önállóan is feladatokat végrehajtani és tanulni, úgyhogy ez is nagyon jó benne, illetve nagyon jó családkutyának is, mert jobban van a gyerekekkel, és szereti őket ugyanúgy, illetve el van a család összes tagjával, szóval nem egy emberes kutya, mint mondjuk egy Doberman. Egy nagyon életvidám, jó fej kutya egyébként, nagyon sokat nevetünk rajta a családdal. Én is itthon rengeteget szoktam vele nevetgélni, annyira feldobja az ember napját, olyan hülyeségeket is tud csinálni, meg olyan kis aranyos dolgokat, hogy ez hihetetlen.
meg nagyon-nagyon különlegesek. Én nagyon szeretem a merle színű ausztrál juhászokat, mert szerintem gyönyörűek egyébként. Be kell, hogy valljam, amúgy én kék merlét néztem először, blue merlét, mert nekem az volt a nagy kedvenc, a filmekben olyat láttam, és kiskoromban olyat szerettem volna. Viszont a tenyésznek nem volt blue merle színűje, hanem red merle színűje volt, és valahogy hirtelen, amikor mondtam nektek, hogy megláttam a képét Lektárnak, így nem is érdekelt már, hogy most kék vagy vörös merle, nekem ő kell is ki. Annyira, de annyira szép és nagyon jó faj, tiszta, egészséges kutya, elvittem állatorvoshoz is, és az állatorvos is külön kiemelte azt, hogy nagyon rég látott ennyire szép, fajtiszta ausztrál juhász kutyát, már nagyon ritka, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ilyen kis, szép és egészséges. Jelenleg amúgy a szeme az egyik az kék, a másik pedig zöld. Elvéletileg 6 hónapos korukig változik a szemük színe. Mindegyik kutyának ugye kéknek indul, és neki is kéknek indult a szeme, és most kezdett az egyik szeme bezöldülni, és a másik az kék maradt, de utána néztem, és úgy tudom, most hát azt írták, hogy a merléknek gyakori a felemás színű szem, illetve a kék szem, és ritkább a barna, úgyhogy nem tudom még, hogy milyen színű lesz a szeme, de igazából mindenhogy gyönyörű lesz, de kíváncsiak leszünk a végeredményre. A bundájában egyébként az a jó, hogy nagyon-nagyon puha, és ilyen fél hosszú, ilyen közepesen hosszú a bundája, van akinek ilyen kis kunkoribb, van amelyiknek egyenesebb, neki egyenesebb a szőre, és ha lakásban van, akkor heti egyszer kell lekefélni a szőrét, amikor már szépen megnő, amikor pedig már házban van, akkor meg sokkal ritkábban, amikor kertben van, bocsánat, a házon kívül kertben van, akkor meg sokkal ritkábban kell a szőrét lekezelni, és 2-3 havonta kell igazából csak fürdetni. Úgyhogy tök jó, hogy amúgy alapjáraton nem issza be úgy a koszt, meg nem koszolódik úgy a szőre szerencsére. És ahhoz képest, hogy milyen nagy a bundája, vedlésen kívül egyébként nem is nagyon hullatja a szőrét ez a fajta. A terveim Lekterrel azon kívül, hogy az egyik legjobb barátom lett és társam, mindenképpen kíváncsi lennék, hogy milyen helyt állnánk versenyeken. Úgyhogy ezen kezdtem el igazából már az elején is gondolkodni, mikor megvettem, hogy lehet, hogy szeretném őt majd versenyre vinni később, szóval nagyon oda akarok ráfigyelni, ezért akarom tök jól kitanítani, meg minden, hogy esetleg hát, ha egy szépségversenyen tudunk majd indulni, de ez majd csak a jövő zenéje, ezt még most csak gondolkodom, tervezem, ez majd tőle is függ, hogy áll a dolgokhoz. Amúgy már a kutyasulit nagyon várom, hogy végre mehessünk, mert nehéz egyedül itthon tanítani, és tök jó lenne, hogyha már rajtam kívül találna egy négylábú játszótársat, és nem engem csesztetne és csipkedne, mint hogyha én is egy kutya lennék, mert amúgy meg fáj néha. Úgyhogy nagyon várom, hogy találjon végre barátokat is, meg lefárazhassam, és úgy jöjjünk haza, hogy alszunk egyet. Van neki a ketrece, ugye a fekhelye, nem ott szokottam úgy aludni, hanem igazából a földön, alszik, szóval, hogy itt hidegebb a padló, a ketrecet meg nem mindig használja. Még sajnos arra nem szoktattam rá, hogy a ketrecbe zárom, és akkor elmegyek valahova. Eddig meg tudtam úgy oldani, hogy ne kelljen őt bezárni, viszont ez még egy nagy kihívás lesz, ugyanis kénytelen leszek majd egy idő után bezárni és elmenni vásárolni, mert nem hagyhatom itt, mert megrághat mindent. Így is már a falat lerágta, szóval, hogy a falat elkezd ott harabdálni, úgyhogy kommentben várok ötleteket, hogy mit rakjak oda, hogy ne nyúljon hozzá, mert egyszerűen hihetetlen, hogy elkezdte rágni. Mert amúgy nincs elég játéka, tudjátok. Nincs elég játéka, muszáj azt rágni, ami az enyém. És hát életemben nem takarítok annyit, mint amennyit egy nap szoktam takarítani utána. Ugyanis mindig szinte kétszer fel szoktam mosni naponta, hogy fertőtlenítsek meg a kutyakaki meg a pisi miatt, és olyankor, amikor felmosok, meg porszívózok, be szoktam zárni a ketrecbe, hogy azért szokja. Az elején nagy-nagy hiszti ment, meg szenvedés, sírás, és jaj, izé, de hát egyáltalán nem rossz neki abban a rohadt nagy ketrecbe, abban a ketrecbe még én is beférek akkora, szóval nem volt miért hisztizni. Csak gondolom félt, hogy nem engedem ki, de aztán ahogy teltek a napok, hozzászokott, és most már egyáltalán nem visít úgy, meg tudja jól, hogy ki fogom engedni, csak takarítok éppen fel. Kérdezem, mivel kölyök, ezért néha-néha azért az agyamra tud menni, mint ugye bár most.
a tűhegyes fogait meg belemélyezti a karomba, ami nyilván fáj. Amit most elkezdtünk tanulni ma, például, az a marad. És 5 percnél tovább annyira sajnos egyszerre nem tudom őt tanítani, mert nagyon hamar elfárad, és elveszti az érdeklődését iránta. Úgyhogy ilyen többször naponta 5 percet tanítgatom. Nektek? Macskák, igen, mint ahogy tudjátok, Leo meg Husi az édesanyáméknál van. Leo azért is van az édesanyáméknál, mert ott van egy hatalmas nagy kert, és neki sokkal jobb abban a nagy kertbe, illetve anyáiknak sokkal nagyobb a helyük, és megbeszéltük anyuval, hogy addig náluk tanyázik a Leo, amíg nekem nem lesz egy házam, és miután lesz egy házam, akkor elviszem őt is. Na és amikor elhoztam Lectert oda, akkor hát egy kicsit furcsán fogadták nyilván 2 macska, tartottak tőle, még mai napig is azért neki megy a Leo, hogyha közelbe megy a Lecter. Szóval azért vannak pillanatok, amikor megcsapja a Leo... Jaj, te megijedtem, normális vagy? Akkor megcsapja a Leo Lectert, és azért neki megy, és akkor Leo nyilván megijed... Leo? Annyi elbetű, basszus, most veszem észre. Buf! Szóval, Leo megijeszti néha a Lectert, és akkor elkezd vinnyogni, meg ilyenek, szóval van, amikor neki megy sajnos. Csendet beszélek! Úgyhogy annyira nincsenek így kibékülve. Legalábbis Leo nincs vele kibékülve, természetesen a Lecter mindenkivel játszana. Kiosztott lapot, ha? Husi se annyira kedveli, de ő még kevésbé megy neki, mint a Leo például. De majd egy idő után egyre jobban hozzászoknak. Lola amúgy nagyon érdeklődve nézte egyébként Lecter, de még nem engedtük a közelébe, mert ugye még nem kapta meg a 3. oltást, majd csak utána fognak játszani, de amúgy úgy tűnik, hogy Lola szimpatizál vele, szóval szerintem azzal nem lesz egyáltalán gond. Én rengeteg mindennek utána néztem, még mielőtt elhoztam Lectert, hogy a kölyök kutyákkal mit meg hogy kell csinálni, és azért voltak félelmeim, például az is, hogy fogom hozzászoktatni a kinti zajokhoz, a külső ingerekhez, meg minden, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy teljesen jól kezelt mindent, és félrepisil most éppen, de majdnem sikerült. És igen, belelép, és igen, rám lép utána, nagyon jól kezelt, tényleg próbáltam mindenféle zajt meg, hangot megismertetni vele, úgyhogy itthon nagyon sok filmet nézek alapból, ugye folyamatosan szinte megy a tévé, úgyhogy így hozzá van szokva amúgy az alapzajokhoz, szóval ennek örülök, hogy amúgy nagyon egy bátor kutya, egy nagyon kiegyensúlyozott bátor kutyának tartom amúgy, aki szeret felfedezni dolgokat. Sajnos amúgy mindenkivel pajtizna, ezt még meg kell tanulnia, hogy amikor sétálunk, nem mindenki haver, úgyhogy természetesen nyilván ne menjen neki senkinek, de azért... És most kakilunk. Na, ilyenkor van az, hogy Polla föláll, és el kell takarítani a kakit, úgyhogy egy pillanat. Buah! Olyan lett a kezem! Még nagyban fejlődő szervezet, és már hozzá volt szokva egy adott táphoz, amit ott adtak a tenyésztőnél, viszont én egy sokkal extrább, jobb minőségű tápot szerettem volna neki vásárolni, ezért át kellett szoktatnom. Úgyhogy azt kellett csinálnom, hogy napokig arányailag kicsit azért mindig elosztva, és egyre többet a új tápból adva neki átszoktassam a bélrendszerét, és akkor az elején így ment azért kicsit itt a hasa, amíg nem dolgozta fel ezeket a dolgokat, és akkor abban jó kis sztorik voltak, amikor belelépett, tudjátok, a kis fosba belelépett, és akkor végig rohant, meg amikor tudjátok, meg amikor folyos volt ugye a széklete, és odaragadt a sejkére, és természetesen mindig akkor ült le, amikor rajta volt, és nekem annyit kellett takarítanom komolyan, meg őt is meg kellett 2 fürdetnem, és tudom, hogy nem szabad, de akkor muszáj volt, mert nagyon-nagyon kakis volt. És azért sem volt igazából videó mostanában, mert voltak a nehéz napjaim, illetve még plusz a Lecterrel is muszáj volt valahogy összenőnöm és megismerkednem, és így nem is tudtam videót csinálni először. És nagyon örültem neki, amikor játékvideót vettem fel, és nagyon jól bírta, egyáltalán nem izzélt, nagyon tartottam attól is szintén, hogy nem fog tudni mellette dolgozni, de látjátok, azért egész jól megvagyunk. Olyan pici, hogy ide nem tud feljönni,
jelenleg, de úristen, belegondoltam, hogy lesz majd az a nap, amikor már fölugrik, olyan furcsa lesz, de ide még nem tud följönni, és akkor mindig fölrakom, és mindig fölkéreckedik, meg amikor mondjuk ki kell mennie, vagy valami, az is tök jó, hogy jelez nekem, mikor fönt van, és tegyük föl pisilnie, vagy kakilnie kell, és akkor nyűszít nekem, és akkor innen tudom, hogy akkor neki le kell menni, ki kell menni a mosdóba. Még tud, az a nem, azt már tudja, nagyon jól tudja, a fúj. Szóval ezek az alap dolgokat, amit muszáj megtanulni a kölyöknek, azt tudja. Akkor a mit csináltál, azt is nagyon jól tudja, mert egy csomószor ellopja az okniaimat. Ja, és nem tudom, hogy a ti kutyátok milyen tolvaj, de az enyém zsepi tolvaj. De nagyon. Úgy kilopja a zsepit a zsebemből, hogy észre se veszem először. Ha menjél kifelé, az elsőre általában menni szokott, akkor fut kifele. Kérem szépen, az már egész jól megy, és képzeljétek el, nemrég történt egy hatalmas nagy dolog, amin meg is lepődtem, tényleg is nagyon jó érzés volt. Nemrég voltam édesanyáméknál Lecterrel, és akkor ott ültem kint a nappaliba, és akkor ott voltak a Lecternek a játékai. És akkor csak így ránézek a Lecterre, és akkor megkérdezem tőle, hogy hol a labda? Így felteszem ezt a kérdést, hogy hol a labda? És akkor így elkezd körbenézni, látom, és így elment a labdáért, ami ráadásul a folyosón volt, és nem is a nappaliba, és odahozta nekem a labdát. És ez volt az első ilyen, amikor megértette azt, hogy hol a labda, mert hogy mindig labdáztunk, és akkor mindig mondtam, hogy hozz vissza a labdát, és akkor egy idő után összekapcsolta, hogy az a labda, amit hoz. Én nagyon szeretem úgy labdázni, meg fogócskázni, nagyon imád, de ez annyira egy jó érzés volt, hogy látjátok, innen is lehet látni, hogy meg érezni, hogy maguktól tanulnak, és ezt se én tanítottam neki, hanem magától tanultam meg, hogy labda, és akkor hozni kell a labdát. Úgyhogy ez is egy ilyen nagy előrelépés, egy fejlődés, hogy hoppá. Ezt is kipipálhatjuk, tudjuk ezt is. Úgyhogy szépen sorba tanulunk, folyamatosan, nagyon-nagyon sok mindent átélünk minden egyes nap. Megyünk majd nyáron, remélem, utazni, akkor majd videózok nektek, hogyha szeretnétek. Meg látom, nagyon kedvelitek Instagram oldalomon is a Lectert. Most próbálok azért többet sztorizni, szóval aki esetleg még nem követett be Instagramon, az mindenképpen akkor tegye meg, mert ott láthat majd Lecterről képet, meg sztorit, meg minden. Szerintem igazából elmondtam lényegében mindent, ami érdekel benneteket, meg amit szerettem volna nektek mondani. Az biztos, hogy tényleg nagyon jót tett nekem, és érzem azért a változást, mert én nagyon lent voltam, és egészségügyileg eléggé a békasegge alatt voltam, de amióta itt van, így ösztönösen összeszedtem magam, és sokkal jobban érzem magam mentálisan is, meg fizikailag is, úgyhogy próbálok már kezdeni edzeni is, hogy szépen lassan hozzam vissza a formámat, és akkor így rázódjunk vissza a régi kerékvágásba. Szeretnék mindenféleképpen rendszert vinni ebbe a YouTube-os karrierembe, mindenképpen szeretnék ide is egy heti egy videót, vagy két heti egyet legalább, és a Polygames-re pedig ugye heti rendszeressége van most videó, azt is mindenképpen csekkoljátok le. Úgyhogy vannak itt tervek, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik még mindig itt vannak mellettem, és attól függetlenül, hogy nem raktam ki videót, itt vannak, és megnézik. Köszönöm szépen, tudom, hogy most eléggé lecsökkent a nézettség számom, és ez nyilván az én hibám volt azért, mert nem volt rendszer, és azért nem néztek már annyian, mert nem raktam ki videót, úgyhogy igyekszem ezen változtatni, és nagyon remélem, hogy majd azért vissza tudjuk hozni a csapatot, és újra össze tudunk állni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, nagyon remélem, hogy tetszett, és nagyon remélem, hogy Lecter is tetszik nektek. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok nekünk egy lájkot, és iratkozzatok föl további tartalmakért, és írjátok le nekem kommentbe, hogy nektek milyen a kiskutyátok, milyen fajta, hogy vagytok, hogy ismertétek meg egymást, meg kíváncsi vagyok a ti sztoritokra is, hogy nektek hogyan hozta össze az élet, az életeteket. Remélem, jó volt ez a mondat, és értelmes. Lényegtelen, úgyis értitek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Lecter is elköszön. Mi van a szádban? És a következő részben találkozunk. Sziasztok! Hello!